történelmi mélyponton a Momentum. Ha most lennének az EP választások, akkor csupán egy mandátumot szereznének. A hír állítólag leforrázta a pártvezetést, erről ír Nagy Ervin. A filozófus szerint nincs nincs csodálkozni, és az világosan látszik, hogy sem a helyüket, sem pedig a saját hangjukat nem találják a bal liberális ellenzék pártjai. Aki pedig önmagát sem érti, az nehezen tudná elmondani, hogy mit gondol a körülöttünk lévő világról. Nagy Ervin itt van a stúdióban, őt balás kérdezi a folytatásban. Valóban ő publicisztikát, konkrétan a Momentumról, Nagy Ervin, a 21. század intézet elemzője is. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Valóban azt írta ön a Magyar Hírlapban, hogy történelmi mélyponton van a Momentum, de hát ezzel lehet azért vitatkozni, miért lenne mélyponton a Momentum, hiszen ugye felmérések szerint a második legelősebb ellenzéki párt az úgymond balliberális liberális oldalon. Attól függ, melyik felmérést nézzük, ez az egyik. A másik pedig az, hogy második helyezést elérni a demokratikus koalíció Miért van egy másik nagyon... erősebb baloldali párt, mint a momentum? A, mi, a, tehát, hogyha a mi hazánk mozgalmat nem baloldalinak veszük, és nem annak veszük, akkor ők erősebb ellenzéki, az ellenzéki oldalon, mint a momentum. De a, a kutya kutyapárt is most megelőzte a momentumot. Tehát, hogyha azt az összefogást nézzük, ami 2022-ben megvalósult, és ami történelmi kudarcot szenvedett, akkor abban valóban a második helyezettek, hisz a demokratikus koalíció után következnek sorrendben, de a szavazat mennyiség, illetve a párt szimpátia, ami körül van, az mindenképpen mély pont ahhoz képest, ahol voltak egy évvel ezelőtt. Másrésztről pedig a Mi Hazánk mozgalom is most már megelőzi őket és a két farkó Kutyapárt is, ezért gondolom, hogy az az állítás megállja a helyét. Azt is írta ebben a cégben, hogy korszakos lehetőségük volt pedig a Momentumnak, mármint a Momentum politikusainak, de ezek szerint akkor úgy, ön úgy látja, hogy nem éltek vele? Igen, egy kicsit tágítsuk azért a, perspektívát és a látóterünket. Itt nem csak a mai napról és a mostani helyzetükről van szó, hanem arról, hogy ők 2017-ben berobbantak a magyar politikába. Most, hogy ez a akkori megjelenésük mennyire volt morálisan elfogadható, vagy nem. Igen, az, ugye ez az, az olimpia. Ez az a olimpiának a megakadályozása volt, aláírásgyűjtés. Ezen egy nagy vita van, bal oldalon is, és jobb oldalon is. De tény, hogy akkor ők egy új generációt képviseltek, és egy új generáció hangját szerették volna a politikában, a magyar belpolitikában is megjeleníteni. Ezért mondom, hogy történelmi lehetőségük volt, hisz felfrissíthették volna azt a baloldalt, ami 2017-18-ig, tehát mondjuk nézve 2006-tól. Én azért ettől számolom, mert a baloldal akkor kapott egy nagy pofont, ez az összödi beszéd, és 2006 óta, mióta a rendőrterror megtörtént Magyarországon, a baloldalhoz tartozó politikai közösségek nem nyertek választást. Tehát itt nem 2010 óta, hanem már a 2000 2007-2009 európai parlamenti választásokat is elveszítették. Tehát másfél évtizedes lemaradás van. És 2017 után a Momentum hozhatott volna egy frissességet a baloldal, vagy az ellenzék. Ezt mindenki, ahogy akarja, úgy értelmezi. Ez azért fontos, vagy azért egy nagy kérdés, mert a Momentum nem tudja magát egyelőre ident nem találja, hogy pontosan hova helyezze magát. Minden esetre úgy az állítás igaz, hogy az egész ellenzéknek tudott volna adni egy lendületet, egy friss mondani valóval, és ez nem sikerült. A másik történelmi lehetőség pedig, amiről én emlékszem rá, nagyon sokat beszélt még Fekete Győrő András, a párt akkori elnöke, hogy gyurcsánymentes ellenzéki oldalra van szükség. Nos, ez sem sikerült, olyannyira nem, hogy 2021-ben ők voltak az egyik olyan párt, akik legitimálták Gyurcsány Ferenc helyzetét, Aláírta aláírták velük a, vagy vele az együttműködést, és 2022-ben, ahogy egyébként akkor mi ezt megjósoltuk, ha bár történelmi kudarca jöttek ki ebből, mégiscsak Gyurcsány Ferenc járt a legjobban. Hát folytatódik ez a fajta DK kontra Momentum dolog, hiszen ugye Donát Anna újból, mert hogy már korábban is üzent, de most újból üzent ugye a demokratikus koalíciónak, és elég durva dolgokat mondott, hogy úgy nézzük. Azt mondta például, hogy a demokratikus koalíció épp az ellenzéki térfélnek a gúzba kötésé dolgozik. Idézem őt, azt mondta Donát Anna, aktív szerepet vállaltak a Jobbik feldarabolásában, elszívták az MSP szavazóit, Budapesten pedig ezt is mondja, Karácsony Gergelyt is sarokba szorították, tehát olyan, mint betámadta volna tulajdonképpen Gyurcsány Ferencéket, utána azért hozzátett, hogy nyilván mindenhol el akarnak indulni, ahol lehet, és ahol meg tudja engedni magának a Momentum kompromisszumok nélkül közösen az önkormányzati választásokon, tehát egy kicsit ilyen húz meg, erezd meg dolog van. Azt mondja az elemzők egy része, hogy ez egy ilyen, műbalhé, a másik része azt mondja, hogy a DK-tól próbálnak szavazókat elszívni, mi állhat a háttérben? Én annyiból lett, bocsánat a kifejezését, műbalhénak tartom a történetet, mert az önkormányzati összefogásra mindenképpen, vagy az önkormányzati választásokra mindenképpen lesz szükség összefogásra. És hogyha megnézzük Donát Annának a különböző nyilatkozatait, akkor azokban mindig visszatáncol, amikor erősebbet kellene mondani. Tehát megéri a publicisztikát, amiben arról beszél, érdekes módon morális szintre emeli a vitát. Tehát nem csak politikai vitát Gyurcsány hanem morális ő, dimenzióban is próbálja őt támadni. Azt mondja, hogy az igazság kultúráját ők kifiselik, a demokratikus koalíció pedig a hazugság kultúráját. És szerint ez megkülönböztethetőség. Most én azt hiszem, hogy ez értelmezhetetlen egy választópolgár számára, tehát lehazugozni az egykori szövetségest, akivel közösen indultak, és most egyébként az, a, a, az európai parlamenti választásokon ugyan külön, de az önkormányzatén együtt fognak indulni, mert amikor jönnek az interjúk, és rá rákérdeznek Donát Annára arra, hogy ezt hogy is gondolja, és hogy ennek milyen következményei is lesznek, akkor bizony azt mondja, hogy együtt fognak működni, ők nem lesznek akadályai annak, hogy egyes településeken megvalósuljon az ellenzéki összefogás, akkor ez a fajta morális magaslat, amiről ő támadja a demokratikus koalíciót, igencsak megkérdőjelezhető, ezért tartom műbalhénak, illetve én azt látom mögötte, és szerintem ez a dolognak a kulcsa, hogy minden párt megpróbálja most magát megkülönböztetni. Hisz mivel külön indulnak, Magyar... már hogy az európai parlamenti választásokon, el kell magyarázni a választópolgároknak, hogy ők miért mások? Á, de kicsit ez ilyen külön is, meg egybe is, tehát hogy a, a, az embernek az az érzése, hogyha meg is akarják határozni magukat külön mondjuk a tavalyi év után, amikor egy listán indultak, azért azt lehet látni, hogy ez a DK Momentum üzengetés, illetve ugye például Márki Péter, aki minap Miskolcon járt, ott is egy ilyen érdekes dolog van, mert ráindítana ugye a hiszem a DK meg az LMP egy jelöltet a, a jelenlegi polgármesterről, hogyha jól emlékszem. Hát Miskolcon is és Egeren is most Igen. arról van szó, hogy a regnáló egyébként ki támogatással a polgármester lett Veres János és Mirkóczki Ádám, ugye Miskolc és Eger esetében, hát. ő rájuk, rájuk indítanak. De más településeken és Budapest Budapest egyes es bocsánat, bocsánat. igen, bocsánatot kérek. E, Miskolcon, Egerben és más budapesti ö, kerületekben is azt láthatjuk, hogy nem mindenhol fog megvalósulni az összefogás. Hát ez az, és pont ezt akartam mondani, hogy Péter is erőseket mondjuk, mondjuk tőle, már meg is szoktuk tulajdonképpen, mert azt mondja, tehát azt mondja, hogy le, leárulózta tulajdonképpen az ellenzéki pártok egy részét, már lehet, hogy a DK is árul, azt mondta, de a Jobbik például, vagy az LNP mindenképpen a Fidesz fizeti őket szerinte, és hogyha valaki változást akar, akkor rájuk kell szavazni. Szóval hogy lesz ebből így együttműködés, itt megy a háttérben a, az egymásra mutogatás? Nem véletlenül használtam azt a kifejezést, és ez se egy jellemzői kifejezés, de szerintem jó leírja a helyzetet, hogy roncsderbi alakult ki. Ugye a roncsderbi arról szól, hogy egymásnak sérülést okoznak egyébként olyan szereplők, akik már eleve rossz helyzetben vannak. Azért a Márkizaj Péter mögött nincsen olyan párt, ami mondjuk labdába rúghatna, vagy amiről azt gondolnánk, hogy a következő választásokon sikereket érhetne. Hát most alakított párt. Alakított egy pártot valóban, de az ő reputációja, az ő hitelessége nagyon sokat sérült, és én azt hiszem, hogy amikor ő így beszél, akkor a kétségbeesés hangja beszél belőle, megpróbálja magát megkülönböztetni, kiemelni ebből a baloldali összefogásból. Ha már, ha már erős mondások, lassan járz időnk, de ezt mindenképpen fel akartam hozni. Ungár Péter is, az ellenpétársának is szokott erőseket mondani. Érdekes dolgot jegyzett meg, és ez lehet hogy egy picit utal is az ellenzék jelenlegi állapotára azt mondta a Mina, koalíciós együttműködésről kérdezték az ellenzéken belül, mondta, hogy ő örülne neki, de egyelőre ennek nem látja a jövőjét, és azt mondta ezzel kapcsolatban, a 2026-os kormányváltás az már ilyen ufó szintű távolságba helyezkedett. Amikor ilyet mond egy ellenzéki pártnak a politikus, azért az elgondolkodtató. Elgondolkodtató, de annyiból szerintem az ő prognosztizálás, vagy prognosztizálás, az, az, annyiból jogos, hogy most egy olyan helyzet van, amikor a kormány ellenes retorika mellett felerősödött az egymással való küzdelem. Tehát azt látjuk, hogy a ellenzéki pártok, és ezen belül is a baliberális liberális oldalhoz sorolt szervezetek nem feltétlenül a kormányjal foglalkoznak. A kormány ellenes logika megvan, a kormány ellenes retorika az működik, de ez inkább egy ilyen partalan orbánozás, hanem inkább egymással foglalkoznak. Egymásnak politikai üzeneteket küldenek, sőt, megpróbálják egymást ellehetetleníteni, különböző ö, morális módon kritizálni. Ebben a, a, történetben jön be Ungár Péter, egyébként aki egy eltérő álláspontot képvisel, meg is kapja sajátját, vagy meg is kapja a támadást a külföldről finanszírozott kormányellenes sajtótól, hisző azt állítja, hogy nem rendszer ellenzéki, rendszer pártként kéne fellépni a mostani kormányzat ellen. Ebbe ő egyedülálló ebből a csoportosulásból, mert a többi párt mind arról Beszélt, hogy rendszert kellene váltani, ami egyébként abszurd, mert ö, ilyen demokratikus ö, deficit nincs, ilyen igény nincs, tehát ő kicsit kibeszél ebből az egész ö, társaságból. Köszönöm szépen az elemzését. Köszönöm a meghívást.